A két választási kampány téma körével folytatjuk. Rajnai Gergely a Corvinus Egyetem adjunktusa van itt. Jó reggelt kívánok, Jó reggelt, Köszönöm, kívánok. hogy eljött. Kezdjük az EP választással, és haladjunk úgy, hogy kormány oldal ellenzéki pártok. A Fidesz azt kommunikálja, hogy egyrészt minden idők legerősebb EP kampányára készül, másrészt Kocsis Máté azt mondta, hogy nagyon egyszerű a dolguk, ugyanis szerintük az EP választás a háború, vagy béke kérdéséről szól, már pedig a Fidesz következett és mindig is a béke pártján állt, míg az ellenzék háborúpárti, tehát ez egy ennyire egyszerű képlet. Ön szerint, vegyük ezt komolyan, mi, milyen módon múlik a háború vagy béke kérdése attól, hogy hogy alakul az Európai Parlament összetétele, amelyben egyébként nem várható alapvető átrendeződése a kutatások szerint? Azért a magyar esetből is látjuk, hogy az európai parlamenti választás, bár elvileg az európai ügyekről szól, valójában mindig egy kicsit, vagy inkább nagyon a belpolitika határozza meg, nem csak Magyarországon, hanem más országokban is. Tehát az, hogy most pontosan mi a helyzet Ukrajnában, az mindenhol egy másodlagos kérdés, Ukrajnán kívül természetesen Eh, eh. 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 Ahhoz képest, milyen a helyzet a saját országukban, elégedettek e el az elnökkel, elégedettek e el a miniszterelnökkel, és így tovább. Magyarországon is feltettem a szavazás, valószínűleg nem az ukrán kérdésről lesz, hanem sokkal inkább a kormány való elégedettség, és a különböző pártok támogatottságának egy ilyen nagy közélinkutatása igazából az, ami az európai parlamenti választáson meg szokott Amit látunk a nagy felmérés összegzésekből, ami mindig nagyon nehéz európai szinten, az, hogy valamelyest átalakulhat az Európai Parlamentnek a, az összetétele, felteltően a, a szélső csoportok, populistább csoportok valamelyest megerősödhetnek, és általában ez ilyenkor a, a narratívát ez határozza meg, hogy ki erősödött, ki gyengült, de az összességében az erőviszonyok, ami jelenleg az, hogy tényleg a kereszténydemokraták és a a szociáldemokraták és a liberálisok hármasa dominálni tudja az Európai Parlamentet, az nem úgy tűnik, hogy alapvetően meg tudna változni, de nem is elsősorban az a lényeg egy választás után, hogy pontosan mi is a helyzet, hanem az, hogy mi a narratíva, és valószínűleg a narratíva az lesz, ha ezek a közénkutatások beigazódnak, hogy a populisták előretörése még tovább ment, mint a korábbiakban. A Fidesz hány mandátum megszerzése esetén beszélhet majd győzelemről az LP választáson? Ja, nagyon nehéz mandátumokra, azért nehéz ezt lefordítani, mert uh, ugye, az sok, sok függ attól, hogy hány párt marad 5% alatt, hány párt ugrani meg az 5%-ot. Itt igazából az a kérdés, hogy a, a Fidesz szempontjából, hogy hány százalékot kap. Tehát szerintem szerintem a szavazat százalékok, azok ö, pontosabban tudják a ö, ebben az esetben meghatározni azt, hogy a pártoknak mi lehet a célja, és hogyha a Fidesz esetleg mondjuk 40% vagy az alá kerül, akkor az mindenképpen kudarc neki, hiszen eddig, szinte az összes EP választáson 50% fölött tudtak lenni, mióta Magyarországon a EP választások. Tehát úgy gondolom, hogy nekik ez az 50% az, amit minimum szeretnének érni, az nagyon nehéz lesz a jelenlegi szerint, és ha 40% alá kerülnek, akkor az pedig kifejezetten kudarcos lesz, még akkor is, ha minden bizonyja megnyerik, és a legnépszerűbb párt vannak Magyarországon, a trend itt is sokkal fontosabb, mint a valós eredmény. A DK szintén tehát egy számomra meredeknek tűnő kijelentés, hogy előrehozott választást fognak követelni, hogyha a Fidesz elveszíti ezt az LP-választást. Ez a kettő hogy tud összefüggeni? Hát általában egyébként szokott ilyen lenni, hogyha kiderül, hogy a kormány az nagyon népszerűtlen, akkor az ellenzék követeli azt, hogy legyen előzött választás. Ugye először is nagyon hogy elveszíteni a választást a Fidesz abban az értelemben, hogy ne, lenne a legerősebb párt, másodszor pedig felszólítani mindig lehet előrehozott választásra, meg lemondásra a kormányt, tehát hogy ez valójában csak próbál extra belpolitikai tétet adni a DK. -t. Tehát azt látjuk itt is, hogy az LP választásra mindig nehéz a mozgósítás, mert az emberek az országgyűlésében érzik az igazi tétet, itt nem lehet Orbán Viktort lecserélni, vagy ö, helyben hagyni, é és az ODK próbál hozzá valódi belpolitikai tétet rendelni, hogy lesz ennek komoly belpolitikai következménye, hogyha elegen elmennek az ellenzékre szavazni. Tehát nyilván ez is ezt mutatja, hogy valójában az európai tematika olyan nagyon nem mozgatja meg se a magyarokat, egyébként pedig se más országban a választókat. Akkor nézzük a Magyar Péter jelenség előtt még a Momentumot, ugyanis ott már felmerült az, hogy mi történik, ha csak egy mandátumhoz jutnak a mostani kettőjét. Azt mondták az atv.hu-nak néhány hónap, hogy akkor majd megosztja Csekatalin és Donát Anna a ciklus, tehát a felét az egyik, a másik felét a másik fogja képviselőként végig dolgozni. Az a Momentum számára itt mekkora a tét? A Momentumnak igazából az a tét, most, most a túlélés, tehát a Magyar Péter jelenség főleg ezeket a kisebb ellenzéki pártokat, és majdnem az összes párt kisebbnek tekinthető az ellenzéki térfélen érinti az, hogy ha a Momentum szavazói, akik tényleg hasonló ilyen ellenzékváltó reményben kezdtek a Momentumra szavazni, akár an olimpia kampány idején, azok közül nagyon sokan most Magyar Péterben érezhetik ugyanezt az erőt, és ebben az esetben a Momentum tényleg komolyan elveszítheti azt a támogatottságát, ami még, megmaradt neki. Úgyhogy nekik elsősorban az, hogy legalább egy mandátumuk legyen, az lehet a céljuk. Szerintem jelenleg ez a három mandátum megtartása, ami, amiben van, az egy nagyon nagy kihívás lenne nekik. Akkor nézzük a Magyar Péter jelenséget. Számomra úgy tűnik, hogy hogy elég profi módon van ez a kampány felépítve, nem tudom, hogy mi az önbenyomása, de mint hogy egy nagyon tudatos tervezést látnánk. Tehát két hónap alatt így berobbanni gyakorlatilag ismeretlenségből addig, hogy most már országjárás van három gigatüntetéssel a háta mögött. Önnek mit mondanak ezek a tények? Bizonyára van mögött a tervezés, de azért azt is látjuk, hogy a régiónkban nagyon ingatagok jelenleg a, a pártrendszerek, és nagyon nagy igény van a külső szereplőkre, nagyon nagy az elégedetlenség általában a politikával kapcsolatban, nem csak Magyarországon tényleg, hanem az egész közép-kelet-európai régióban. Tehát például Szlovéniában a jelenlegi miniszterelnök két hónappal azután, hogy pártot alapított, megnyerte a választást, Bulgáriában, Lengyelországban, Romániában is láttuk az elmúlt 5-6 évben hasonló berobbanást, hogy valaki alapít egy pártot, és fél éven belül ez egy komoly erő lesz a térfélen. Ugye az a nehéz után, ezt megtartani nehéz igazából. Tehát a, így Magyar Péternek komoly lehetőségen arra, hogy akár 15-20%-ot elérjen, hogyha ezt tényleg tovább tudja vinni ilyen profin, és meg tudja lavagolni ezt az elégedetlenségi hullámot, ami ráadásul főleg Magyarországon még az is hatfányoz, hogy itt egy nagyon hosszú kormányzás van, tehát már nagyon régen van a, a Fidesz rendszere, ezzel kapcsolatban nagyon sok elégedetlenség fölgyűlik, nagyon sokan már csak az erőt akarják látni, ami ezt meg tudja egy kicsit törni. Sok, sok ellenzéki szavazó van ezzel így, hogy nagyon könnyen tudja magához szívni ezeket az elégedetlen szavazókat ezzel a kiállással. Az a kérdés inkább, hogy hogy tudja ezt esetleg 2026-ig megtartani, hogy tudja addig ezt a lendületet továbbvinni, mert a legtöbb régiós szereplőnek ez egy idő után már nem annyira sikerült és melyik oldalnak kell inkább tartania tőle. Amikor ő feltűnt, akkor azért volt egy elég nagy zavarodottsága a kormány oldalon, és óriási pénzeket költöttek a lejáratására, de én azt hallottam, hogy most már úgymond a karmelitában megnyugodtak, tehát hogy nem, nem nagyon karcolta meg a szavazóbázist. Szerintem most is nem véletlen támadják azért továbbra is, mert de elsősorban valóban első körben mindenképp az ellenzéki szavazók azok, akik keresnek egy olyan erőt, aki képes ezt a hosszú kormányzást legalább egy kicsit meggyengíteni, és ennél fogva elsősorban az ellenzéki szavazók azok, akik odaállnak Magyar Péter mellé, hogyha odaállnak. A kormánypártnak inkább az a kérdése, hogy mennyire tud mozgósítani egy EP választásra, önkormányzati választásra Magyar Péter ellen, tehát hogy tudja Magyar Pétert veszélyként fölmutatni a saját szavazó előtt, hogy van tétje ennek a választásnak, nem csak szokásos megnyeri a Fidesz, hanem itt komoly ellenfelek vannak, akikkel szemben ki kell állni. Tehát ebből a szempontból érdekes, és aztán hosszabb távon, hogyha esetleg a Fidesznek vagy a kormánynak úgy általában kompetencia problémái lennének, tehát nem sikerül úgy kormányozni olyan minőségben, ahogy az választók elvárják, akkor lehet esetleg baj, hogy még további szavazók vagy nem mennek el szavazni, vagy esetleg kifejezetten Magyar Péter, mint új, tiszta, nem korrupt szakértő pártja felé tudnának majd. A számára az, az kedvező, hogy a Fidesz azzal próbálja őt lejáratni, hogy Gyurcsány embere, a DK meg azzal próbálja őt lejáratni, hogy Orbán embere? Saját szempontjából ez mindenképp hitelességet ad mind a két oldalról, hiszen ő pedig azt próbálja eladni, hogy ő a saját embere, és hogy semmi köze senkihez, ezzel lehet mutatni, hogy mind a két oldal fél tőle, és némileg van is ebben valami, de egy idő után az valószínű, hogy Magyar Péter együl 50%-ot tudna szerezni jelenleg, még, hát most már van pártja, de hogy igazi párpolitikai politikai sejt nincsenek. Az az igazi kérdés, hogy, hogy aztán hogy tud a szövetségi politikában manőverezni, ez már egy egészen más terep, mint a jelenlegi mozgósító lendületes kampány, amit nagyon jó visz, de utána a politikának egy más szervezős, alkudozós részében, hogy tud helytállni, az 26-ig meg fogja határozni azt, hogy mennyire tud még tovább fejlődni. Rajnő, Geyl, köszönöm szépen, hogy köszönöm itt volt. Szépen.